Minden olyan szépen indult. Egy nap megérkeztek a hollandok. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a cserátiban a legmagasabb az 1 négyzetméterre jutó IQ hányados és tesztoszteron töménysége. Hogy a hanyatló holland nemzet génállományát felfrissítjük, kiválasztottuk a legjobbakat, a legrátermettebbeket, a legjobb képűbbeket, a legerősebbeket, a cseri színe javát. Komoly tudományos munkába kezdtünk az utazás előtt. Nagy utazás, azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember sem el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Tőled kaptam, majd megvoltam, majd elértem. Mi legyek most nélküled? Hová megyünk mi nélküled? Remek csak küzd, fáradtnak tűz, hova tűnt szép ígéretek? Nélkületek hová megyek? Nagy utazás, a vonatunk újra indul. Most a vágyunk már megint új útra visz, induljunk el hát megint. A 832. tulipán után mindenkinek rossz sejtései támadtak. És ami azután jött, az maga volt a tömény, leírhatatlan borzalom. Megismerkedtünk a holland mezőgazdasági élettel. És akkor megéreztük a haza hívó szavát. Te majd kézen fogsz és hazavezet. Mikor elgarult az utolsó forint. Néha karikás a szemem. Kicsit kocka vagyok, bulizás után nehezen beszélek. A város legtudibb és legtávolabb iskolájába járok. És rajtam kívül még több százan értik, mire gondolok, ha azt mondom, kupkerekes differenciálű. A cserheti megelőzi a Sándort.
és nem örülök, ha a kollégisták összekeverik a mosdóajtót az ebédlő bejáratával. Büszkén gondolok fiainkra, a magyar lányok megmentőire, és szeretem az öltözők szagát tesi óra után. Itt élek a város peremén, bulizásban mi vagyunk a császárok, és igenis hozzánk járnak a legtöbb csajok. Mind a három. Cserháti, én így szeretlek. Mikor senkinek se kell a meló, s csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy előtt.